Miután márciusban leállt a nemzetközi asztali tenisz élet, a Németországban készülő és Franciaországban játszó Majoros Bence Nyírbátorba tette át székhelyét, ahol két hónapon keresztül készült a szintén válogatott Szudi Ádámmal. Az elmúlt héten a fővárosban edzőtáborozott a nemzeti együttes, majd hétfőtől 10 napon át a Győrfi Tibor edzésközpontban ütik a labdát a legjobb magyar férfi asztali teniszezők. A világranglista 59. helyén álló Majoros Bence szerint megpróbálják a lehető legtöbbet kihozni a versenyek nélküli időszakból. A szezon közben azért nincsenek milyen hosszú etapok, ahol tudunk tényleg csak az edzéssel foglalkozni, és nem kell meccsekre, versenyekre utazni. Ez tényleg egy pozitívum, és nagyon sokat is tudtunk fejlődni és dolgozni a saját játékunkon. Volt egy szövetségi kapitányváltás nálunk, ugye ebből a szempontból ez mindenképpen pozitív, hogy most így a szűk keret együtt tud dolgozni, és picit össze tudunk szokni. Tényleg igazából ez a csapatépítés szempontjából is nagyon-nagyon fontos, és nem mellesleg az, hogy tényleg mi együtt így négyen, hatan, tényleg nagyon-nagyon keveset tudunk készülni. Muskó Péter a 6 év után távozó Aranyosi Pétert váltotta a férfi csapat élén. A szakember reményei szerint lesz magyar férfi asztali teniszező a tokiói olimpián. Most tudjuk a leghatékonyabb munkát végezni, mert a normális versenyszezon alatt nagyon kevés idő van. Még a világversenyek előtt sincs idő közös felkészülésre, úgyhogy most van lehetőségünk hibajavításra, kondicionális állapot javítására, úgyhogy kihasználjuk. Terveink vannak, meg céljaink vannak, nagyon jó úton vannak a srácok, eddig is nagyon jó munkát végeztek, az elmúlt 6 évben is Aranyosi Petivel. Most vannak rövidebb távú célok is, meg hosszabb távú célok is, ami most prioritás az a lehetőleg a vegyes páros olimpiai kvóta megszerzése, és a egyéni olimpiai selejtezőn még mindent megteszünk azért, hogy a Ádám meg a Bence fog indulni egyéni kvótáért, hogy ott is megpróbálunk kvótát szerezni. Régi csapat edzőtermében, de már új csapat a mezében üti a labdát Gyurgyas Dorottya, aki ősztől az osztrák Linz együttesében folytatja pályafutását. Szerintem számomra a legjobb döntést hoztam, mert igazából ritka az ilyen hely, ahol ennyire jó edzés van, nagyon jó a környezet, szóval szerintem ettől jobbat úgy nem is tudtam volna választani. Meg szerintem az edzések terén is sokkal nagyobb változás lesz, mint például amikor itt játszottam, vagy például mondjuk Pesten egy edzőtáborban. Szóval szerintem nagyon jó döntés volt, hogy végül kiigazolok, és remélem majd hatásos is lesz. A linziek edzője, Harci Zsolt az elmúlt hetekben pozitív tapasztalatokat szerzett csapata új játékosáról. Gyakorlatilag harmadik hete vagyunk így együtt, meg ugye, hogyha hozzáteszük, az egy hetet kim volt már ilyen próbajátékszerűségem, nem próbajáték, inkább ismerkedés miatt Linzbe, tehát gyakorlatilag egy 4 hetet már együtt dolgoztunk. Hát igazából a benyomásaim ugyanazok. Abszolút pozitív, egy nagyon motivált, nagyon tehetséges, ügyes kislányról van szó, aki azt gondolom, hogy kiváló alapokat kapott itt Nyírbátorba az edzőitől és hát a Sanyi bácsitól. Igazából azt gondolom, hogy egy jó lehetőség neki, nekünk nyilván esetleg egy hosszabb távú befektetés, mert hiszen mi is ilyen tekintetbe egy próba év után, akár hosszabb távra egy bajnokok ligájába való szereplésen gondolkozunk vele. A férfi válogatott tagjai a nyírbátori edzőtábor után pihenőt kapnak, majd újabb 6 hetes közös felkészülés következik. A Nemzetközi Szövetség a napokban dönt arról, hogy mikor indul be újra az élet a sportágban. Majorosék reményei szerint szeptembertől már versenyeken is asztalhoz állhatnak.